Sziasztok, Ivet vagyok, és ez itt a Csivetka videóblog. A mai nap egy olyan videót hoztam nektek, amit eddig még soha, de szeretnék rendszert csinálni belőle, mert nagyon sok ruhám van a szekrényben, és nagyon sok kincs van a szekrényemben, és ezeket a kincseket többnyire a hátában turkáltam, és szerintem nagyon sok mindenki számára lehetetlen, hogy ez hogyan lehetséges. Hát én szeretném megmutatni, hogy hogyan lehetséges. Kincskeresésben nagyon jó vagyok, különleges érzékem van a legjobb cuccok megtalálására, hogyha bemegyek a legnagyobb hátába, és fel vannak akaszgatva a ruhák, az én lézer szememmel 3-4 dolgot meglátok, és mindegyik az én méretem, és mindegyik a legutolsó divat. És ezt szeretném nektek prezentálni, hogy ti is kedvet kapjatok arra, hogyha esetleg a későbbiekben valamilyen különlegesre, egyedire vágytok, ami nem jön veletek szembe az utcán, akkor tudjátok, hogy hol és hogyan keressétek azt a különlegeset. Hogyha érdekel titeket a videó, akkor maradjatok velem! Claudia szettje egy hűvösebb őszi napon már kiválóan megállja a helyét. A ruhákat úgy válogattam össze, hogy minden egyes darabja szigorúan háda legyen, hogyha esetleg akad köztük olyan, ami nem háda, arra majd felhívom a figyelmeteket. A márkáját tekintve többnyire Bershka, a cipő F&F, a táskának pedig nem találtam meg a tagjét. Ezt a teljes szettet a hádában körülbelül 10-15 ezer forintból simán ki lehet hozni. A következő szettet egy kicsit melegebb őszi napokra álmodtam meg. Hosszú térdig felvágott bohó szoknya és egy Zara body alatta, szintén a hádából. A cipő white fit szintén vadonatúj volt, mikor megvettem, és nem hittem a szememnek, hogy az általam megálmodott, legutolsó divat szerinti szandát a hádában sikerült megvásárolnom. Ez a bohókás tavaszi őszi cucc, a színösszeállítás miatt Claudia kedvencei közé tartozik. Szintén kivétel nélkül minden darabot a hádában szereztünk be. A Jackie Tallyvel és a cipő Lacoste. A cipőt 3500 forintért vettem. Nyáron tavasszal nagyon sok hasonló színű, színösszeállítású bohókás nadrágot lehet találni a hádában, és ez a felső, ez a crop top, ez is ugyanúgy eléggé széles körben megtalálható náluk. Ez az összeállítás pedig az én kedvencem. Amikor megláttam ezt az egybe overált, nem hittem a szememnek, és nagyon szurkoltam, hogy jó legyen rám, olyan, mintha rámentötték volna. Ha akarom elegáns, hogyha akarom hétköznapi, most például a hétköznapi viseletet választottam, egy New Look cipővel, amit szintén a hádában turkáltam, és szintén nem volt egyszer sem használva. A fekete overall pedig ASOS. Még rajta volt a címke. A következő összeállításból egyedül a cipő nem hádából van, bár akár lehetne onnan is, mert ez egy Zara cipő, és elég gyakran találok Zara cipőket és ruhákat a hádában. A ruha szabása az egyik kedvenc stílusom, és hogyha megnézitek rajta ezeket a mintákat, ez is a legutolsó divat szerinti. A Jackie az Bershka, a ruha pedig Misguided. Szintén egy overall, mert az overall soha nem unalmas és soha nem megy ki a divatból. Szintén ASOS, és amit hozzáválogattunk cipő, az nem a hátából van, de akár lehetne onnan is, mivel mangó. És ez a kígyóbőr mintás táska pedig River Island, szintén a hátából. Minden egyes szettet úgy válogattunk össze, hogyha esetleg elromolna ez a gyönyörű idő, ami még mindig tart, akkor egy Jackie-vel vagy egy kisebb mellénnyel kombinálva simán fel lehessen még venni egészen a hideg novemberi napokig. Kedvenc street style összeállításomat Claudián tekinthetitek meg. Ez a kockás ing és sötét szürkés farmer egyszerűen a lehető legszexisebb összeállítás. A szanda szintén a hádából van. Amennyiben kíváncsiak vagytok, hogy sikerül kifognom ezeket az öltözékeket,
az én nézer szememmel, akkor tekintsétek meg a filléres videómat, amiben beszámolok nektek arról, hogy hogyan lehet fillérekből felöltözni. A linket a videó leírásban megtaláljátok. Ez még egy kicsit régebbi videóm, úgyhogy bocsánat a minőségért. Még a régi kamerámmal készült. Ez az aranyos street style összeállítás pedig szintén az egyik kedvenceim közé tartozik, már pedig a kantáros nadrág miatt, amit szintén megálmodtam, és nem hittem volna, hogy egyszer a hádában találok rá. A felsőm még a régi Playboy őrület korszakomból való, és évek óta megvan, és semmi baja. A cipőm pedig, ahiszitek, ha nem, egy eredeti Converse, amit szintén 5000 forintért találtam a hádában. A dalmán látható set márka nevét sajnos nem tudom, viszont ami nagy érdekesség, hogy a rajta látható három ruhadarab, bele együtt a cipő is, három különböző évben lett felkutatva. A cipő már 3 éve megvan neki, szintén a hádából. A felsője az tavaly nyáról való, egy tavaly nyári kincs, és a szoknyáját pedig idén nyáron sikerült beszereznie. Minden egyes kiegészítő, nyaklánc, fejpánt és a többi, amit a videóban láttatok, az mind eBay-ről van. Ebből az egyszerű nyári kis ruhából, amit rajtam látok így utolsónak a szettekből, szintén hádából van, és van belőle 2 szín, ez a zöld, amit látok, és egy világos kék, amit szerintem már csak jövő nyáron fogok tudni felvenni, mert eléggé lenge, de nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon szexi és nagyon divatos. A márkája mindkettőnek Misguided. Amennyiben tetszett nektek a videó és tetszettek a szettek, nyomjatok egy lájkot a videóra és írjátok meg nekem kommentbe, hogy nektek melyik volt a kedvencetek. Hogyha szeretnétek hasonló videót látni, ugyanúgy arra is kíváncsi vagyok, valamilyen úton módon tudassátok velem, megtaláltok Facebookon, ott tudtok nekem levelet írni, megtaláltok Instagramon, ott követhetitek a mindennapi életemet, és megtalálhattok Pinteresten is, bár nem én vagyok, hanem így nagyjából az ízlésem is hasonló szettek, csak nem rajtam. Ha még nem iratkoztatok fel a Csivetka csatornára, akkor mindenképpen tegyétek meg. Köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb találkozunk, sziasztok!